Ajánlás a Moha bácsi meséi első kötetéhez. Az első Moha mesét 1962. december 6-án délelőtt hallottam a rádióban. Lenyűgözött mind a tartalom, mind a forma. A mese arról szólt, hogy az igazi ajándékozó sohasem számításból ad. A forma, Kőműves Sándor utolérhetetlen orgánuma, meleg hangja és tiszta, szép magyar beszédje volt. Attól kezdve, mint egy szenvedélyes vadász, figyeltem a rádió műsorát, és Kabar Sándor atya segítségével minden elhangzott mesét fölvettünk. A meséket hatalmas munkával leírtuk a szalagokról, legépeltük, és elkezdtük terjeszteni, tanítani hittanórákon, hittanos táborokban, mindenütt, ahol csak lehetett. A mesék mély erkölcsi mondanivalót hordoznak. Felbecsülhetetlen érdeme Leszkai Andrásnak, hogy a harcos ateizmus frázisokkal teli világában a hallgató gyerekek és felnőttek lelkét kitárta az örök értékek befogadására. A mesék 1900 körül játszódnak a Börzsönyben, Nógrádverőce és Magyar Kút közelében, a mesebeli törpeháza, illetve pöttönt falucskákban. Törpeháza egy magaslaton épül. A dombtetőn van Földik Szakál bácsinak, a falu jó szellemének, élő lelkiismeretének és nagy tudású öreg bölcsének csillagvizsgálós kupolásháza. Leszkai megkapóan kifejező nevű törpékkel népesíti be a falucskát. A róluk írt mesék alapmotívuma: aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. Lukács 1.6. A mesék írója az 1907-ben született Leszkai András. Magányosan élt Budapesten, a Népszínház utca 24 szám alatt. És mindenkitől elhagyatva halt meg 1988-ban. Közpénzen temették el. Hanvai az új köztemetőben, az 55. parcella mögötti kolombáriumban nyugosznak. Meséinek újbóli életrekeltését folytatni kell. Akcipe tradere. Terjedjen a szép, az igaz, a jó. Hasson ez a meséanyag minél több egyénben, családban, kiránduláson és táborban, és alakítson lelkileg kultúrált nemzedéket, mely őrzi, és mint magvető, hinti a tiszta búzát. Köszönetet mondok mindazoknak, akik az értékmentésnek ebben a munkájában bármilyen formában és mértékben segítettek. Bíztattak, serkentettek, fölvettek, utána jártak, gépeltek, terjesztettek. A mottóval búcsúzom. Akcipe tradere. Budapest 1993, Hadrend. Alberti Árpád. Leszkai András dicsérete. Érdemes feladat az elmúló 20. század legnagyobb magyar alkotóiról tablót készíteni. A nagyszerű sort Kodály Zoltán vezeti, és benne Prohász Kolott Tokár, József Attila, Banga Béla, Egri József, Lajta László, Süc Antal, Latinovics Zoltán, Fekete István, Borsos Miklós, Ferencsik János, Balczó András. Helye van a nagyszerű sorban Leszkai Andrásnak, korunk kiváló meseírójának. Életműve mesterségben és művészetben, kitűnő és erkölcsiségében tökéletes. Kodály aforizmája szerint, aki 20 szóval mondja el azt, ami 10-zel is elmondható, egyéb bajosságokra is képes. A Moha mesékben nincs fölösleges mondat, szó vagy jelző. Ezért érezzük őket igaz és tisztességes alkotásoknak. Bárcsak fölfigyelne rájuk a kitűnő rajzfilmrendező Jankovics Marcell. Roppant kincses bánya ez, amely páratlan nem csak magyar földön, de az egész világon. Akcipe tradere. Ragad meg és add tovább. 1994. december 1-e. Alberti Árpád.